A sápat betegesen szürke monostori tömbház rengetegből valósággal kimosolyog színes külső falaival az Oktávián Góga nevét viselő általános iskola. A román és magyar tagozatos gyerekek véget nem érő újdonságként tekintenek szünetekben a falakra, újabb ábrát keresve rejtőzködő árnyalatot kutatva. A tanárok is megállnak a falak előtt, és somolyognak. A leggyakrabban az iskola vezetősége veszi számba az alig megszáradt falakat. Domo direktor, kuma ajuns exact școala asta, școala pilot? Începem așa cum începutul. Primăria a declanșat procedura de bugetare participativă. Clujenii au votat că vor acest lucru. Proiectul artă în curtea școlii. Au votat clujenii și a școala noastră, numai consultării dintre primărie și inspectorul școlar, au decis că școala Goga să beneficieze de acest proiect. De ce? Pentru că ne suntem frumoși. Sloganul nostru este zâmbetul copilului tău. Ăsta e sloganul școlii. Știți cum vine lumea nouă cu lumea veche? Noi suntem deschiși, frumos, n-avem nimic de ascuns și dacă copiii zâmbesc și sunt fericiți, noi am câștigat totul. Știți că ecuația e simplă, dascăl fericit, părinte fericit, copil fericit. Hogyan fogadta a hírt az iskola, hogy egy ilyen színes projekt keretében ugye Rivalda fénybe kerül? Hogy őszinte legyek, először elkezdtünk gondolkodni, hogy elfogadjuk-e vagy sem, azért, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz az eredmény, mi fog kijönni. Végül eldöntöttük, hogy elfogadjuk, azért, mert a gyerekeink megérdemlik, hogy még egyszer mosolyogjanak, amúgy is a mi gyerekeink nagyon boldogak, és arra gondoltunk, hogyha még egy mosolyt is ki tudunk csalni az ajkukra pluszba, akkor nem számít semmi, és megérdemli. És íme sikerült. Van egy olyan érzésem, hogy mintha féltettek volna ettől a projekttel, hogy rosszul sül el, vagy csak úgy tűnik nekem? Egy kicsit féltünk, mert nem tudtuk, hogy reagálnak a szülők elsősorban. Nem tudtuk, hogy milyen lesz az eredmény. Nem tudtuk, hogy jön ki. De mit mondtak a szülők? Tehát mi az, ami nem tetszhet egy szülőnek ilyenkor? Hát általában olyankor, mikor egy ilyen színes épületet látunk Kolozsváron, mire gondolunk? A vandalizmusra, nem? Nem mindenki rajong viszont a színkavalkádért. A szomszédos házakból kitekintők egy részének például igencsak idegen a látvány. A Szegő család a szomszéd, az iskola szomszédságában lakik. Milyennek tűnik így a kifestett iskola? Hát érdekesnek tűnik. A kislányom az egyik nap felhívta a figyelmemet, hogy apa, láttad, van egy dobfejű ember az iskola falára festve. Mondom, nem láttam. És akkor kíváncsian kimentem és megnéztem. Amúgy az iskola másik oldalát azt láttam. Furcsáltam is egy kicsit. A festmény ötlete tetszik, de amit odafestettek, az nem annyira. Szóval érdekesnek tartom, de nem hiszem, hogy annyira talál az iskolához. Mit találna jobban például egy iskolához? Hát most nem tudnám megmondani, hogy mit találna jobban. Szerintem egy kicsit játékosabb dolgok ezek, túl művésziek, és mivel ez egy ebbe az iskolába 1-től 8-ig járnak diákok, szerintem ez túl magas, nem nekik való. A gyerekeket viszont nem igen érdekli a lakótelep véleménye, felhőtlenül örvendenek az újdonságnak, és persze annak is, hogy iskolájuk a média berkeiben is Rivalda fénybe került. Nekem ez a hátul mögött levő kép tetszik a legjobban, mert úgy látszik, mintha a gyerekek szállnának be az iskolába örömmel. És ez így van? Örömmel jönnek a gyerekek iskolába? Hát van, aki igen, van, aki nem. Attól függ, milyen óra van neked, mi a kedvenc órád? Nekem kémia. Neked a kémia a kedvenc órád. Azt mondjad el még nekem, hogy amikor megjött a hír, hogy kifestik így az iskolát, akkor mit mondtatok, hogy jó, Istenem, megint egy nagy butaság, vagy úgy élveztétek a dolgot? Nem, élveztük, mert úgy feldobja az iskolát is, hogy néz ki. Te mit szerettél volna? Tehát, hogyha téged kérnek meg, mint festő, mit festettél volna fel a falra? Hát úgy könyveket, meg gyerekeket, így sok érdekességet. Hát ilyen autókat nem, meg számítógépet, meg ilyen rock énekeseket nem lett volna jó a falon? Nem, nem szimbólumozta volna az iskolát. Megértettem. Mit gondolsz, hogy ezeknek a képeknek azon kívül, hogy nagyon szépé teszik az iskolát, van-e valamilyen üzenetük is? Szerintem van, mert akkor nem festették volna fel a falakra. Te, Dóra, én nem mertem megkérdezni a tanárnénit, hogy mik ezek a falon. Te érted, hogy mik vannak itt a falon? Mert én azt láttam, hogy egy embernek van egy nagy dob a fején. Hát pontosan minden rajzot én sem értem, de
mindenkinek az agyában teljesen más van, és mindenkinek más a véleménye mindenről. Tehát azt mondta, hogy én nem értem meg ezeket a képeket. Egyes képeket megértek, mármint amit elképzelek és látok benne, de... Vannak olyanok, amiket nehezen, ugye? Igen. Dóra, mondd el nekem, hogy amikor hallottátok ezt a hírt, hogy a tanárok kifestik ezt az iskolát, hogyan fogadtátok? Mindenki nagyon izgult, hogy milyen lesz, és arra gondoltunk, hogy majd, amikor suli kezdéskor elkezdődik, akkor fogjuk látni a folyamatokat, hogy festik, és minden nap újabb és újabb dolgokat fedeztünk fel a festményekben. Azt mondjad meg még nekem, hogy milyen ötletnek tartod, hogy más iskolákba is bevezessék ezt a módit? Szerintem jó lenne más iskolába is ráfesteni ilyen érdekes dolgokat, mert a gyerekek sokkal szívesebben járnak suliba, sokkal szívesebben jönnek ki szünetre, és ha bemegyünk az órákra, akkor sokkal felfrissültebbek vagyunk. Neked van kedvenced? Igen, a nagypálya felőli oldal. Miért? Hát ott nincs se olyan ember, akinek dob van a fején, se úszkáló emberek. Nekem azért tetszik az, mert mikor rápillantok, akkor azt képzelem el benne, hogy egy világűr van, ahol a csillagok közt szárnyalnak az emberek. Az Oktávián Goga nevét viselő általános iskola szünetei ugyanolyan hangosak és hangulatosak, mint minden hasonló jellegű intézményé. Talán csak abban különböznek a többi lakótelep iskolától, hogy itt a csillagokig halszik fel a csengő.